Sziasztok! Az Access Point új sorozatot indít, amiben újdonságokat és érdekességeket fogunk bemutatni nektek. Kezdjük is talán az első mai kiszemeltel, ami a Ubiquiti-nek egy ilyen kis finomsága. Biztosan sokan ismeritek az UniFi rendszert, a Ubiquiti-nek a egyik húzó termékcsaládját. És ehhez most jött egy érdekesség. Ez egy olyan kiegészítő, ami azt teszi lehetővé, hogy a második generációs cloud key-ünket, legyen az sima vagy pluszos, azt rack mountba vagy rackbe helyezhessük ennek a rack mountnak a segítségével. Hát nézzük, hogy is néz ki ez a termék. Szokásos Ubiquiti is újabb csomagolásban érkezik, ez a fóliázott, nagyon finom, már-már Apple minőséget hozó csomagolási minőség. Na nézzük, szépen kicsúszik a termék a dobozából. Egyből látjuk a frontot. Hát ő így néz ki, nem kis csinos darab. Lehúzzuk róla ezt a ceilinget, akkor láthatóvá válik, hogy ugyanabból a fémből és ugyanazzal a fényezéssel szállítják, mint ugye a Unify switchek, Unify routerek, amik ugye rackbe kerülnek. Ugye ide pontosan befér a Cloud Key Gen 2 Plus, ami ugye a HDD-vel szerelt videórögzítésre is alkalmas eszköz, de ezt be lehet húzni olyan szűkre, hogy szépen a helyén tartsa a sima, egyszerű Cloud Key Gen 2-t, és ha megnézitek, itt van egy csatlakozó felület bent, ami azt teszi lehetővé, hogy egyrészt ugye a külső ledet meghajtsa, meg ugye a POE-t, az tulajdonképpen azon keresztül kapja meg, meg az Ethernet csatlakozást is azon keresztül kapja meg a Cloud Key Gen 2-nk, amit ebbe a csinos kis rack mount házba illesztünk. Azért látható, hogy tényleg odafigyelnek a csomagolásra, még belül is elmagyarázzák nekünk, hogy mi micsoda egy gyönyörű kép segítségével. Esetleg megnézhetjük, hogy valami kiegészítő jár-e még hozzá, de ez csak helykitöltő. Van nekünk kalickás anyánk a rögzítéshez. És van még itt egy kicsi doboz, aminek a miértjét nem teljesen értem, de igazániból ez nem tartalmas semmit. Na, ő volt az első versenyzőnk. Mai második versenyzőnk nem ez lesz, de ez mindenképp szükséges a soron következő termékek bemutatásához. Ezt gondolom sokan felismertétek, ez egy UniFi AC Nano HD, tenyérméretű kis access point. Azért is Nano a neve, tehát azzal reklámozták, hogy ugye ez az egyik legkisebb AP a Lite-on túlmenően, és ez elég sikeres termék lett az utóbbi időben, és ebből adódóan kiegészítőket jelentettek meg hozzá. Amivel az installációnkat, mint az előbbi esetben is, sokkal letisztultabbá tudjuk tenni. Ezt talán inkább középen vagyom, és csinálok egy kis helyet, hogy be tudjam mutatni. Ezek az úgynevezett Nano HD cover-ök, amelyek különböző skineket adnak a mi kis AP-nknak, hogy még jobban elrejthessük az érdeklődő szemek elől. Az első, ami a kezembe került, ez a márvány hatású. Összesen 6 modell van, vagy 6 skin létezik. Röviden azért meg is mutatnám, hogy hogyan működik ennek a használata. Egész egyszerűen elforgatjuk, és akkor megnyílik a termék, ugye ezt. És ide be tudjuk helyezni az access pointunkat, majd játszik könnyedséggel, remélhetőleg. Ja, hogy ezt ki kéne vennünk, ugye? Meg ezt. Igen, tehát hogyha ezt kipattintjuk, ezt a kis elemet, akkor rá tudjuk ugyanúgy helyezni, és vissza tudjuk csavarni. Én ezzel most nem bajlódnék, ha megengeditek. Inkább térjünk rá a további színárnyalatokra. Tehát egyrészt van egy márványunk. Van egy fa borítás. Ez szerintem egy érdekes dolog lehet, mert elég sokszor láttam már úgy access pointokat telepíteni fa
berakásokra, meg lambériákra, hogy azért egy fehér access point azon nagyon elüt. Itt azért egy eléggé kulturált megjelenést tudunk kölcsönni az AP-nak. Javaslom a ledek kikapcsolását, mert hogyha kéken ez világít, akkor az nem lesz túlságosan rejtett. Van még olyanunk, hogy kamuflázs vagy terepszín, katonaságnak előkészítve, gondolom. Ez az egyik személyes kedvencem. Ez a beton hatású. Mostanában eléggé divatos beton felületekkel dolgozni az ilyen kivitelezések során. Na most ez gyönyörűen integrálható arra a falra, ahol, vagy plafonra, ahol ez megtörtént. És van még nálunk itt egy olyan, ami a halálcsillag wifi hálózatáért felelhet, mert hogy komplet fekete, matt fekete hatása van. Na ennek mondjuk jól néz ki, hogyha kék ledet bekapcsoljuk, mert ez elég szép kontrasztos megjelenés biztosít. A itt jelen nem lévő hatodik verzió az szintén fekete, csak egy úgynevezett ilyen szövet borítást kapott. Kicsit úgy fest, mint egy, most tudom, egy plafonba integrált hangszóró. Erről be fogunk vágni képet, hogy lássátok, hogy miről beszélnek. Felmerülő kérdés lehet, hogy miért nem festjük le egyszerűen az AP-t? Azért nem ildomos, meg érdemes, meg szabad festeni az AP-kat, mert a festékek tartalmazhatnak olyan anyagokat, amitől az access pointoknak a rádiós képességei megváltoznak. Tehát tartalmazhatnak fémet, olmot, egyéb anyagokat, viszont ez tulajdonképpen ez a cover, ez a borító, ez láthatatlan rádióhullámok számára viszonylag, tehát nem fogja degradálni a mi lefedésünket azért csak, hogy ne legyen feltűnő az adott telepítés. Erről ennyit. Jöhet a következő. Egy másik kiegészítőt mutatok be nektek, szintén Nano HD-hoz. Ez pedig az úgynevezett Ceiling Mount Kit, vagy Request Ceiling Mount, ahogy éppen melyik adatlap hívja. Ez pedig szintén arra azért lehet felelős ez a termék, hogy elrejtsük az AP-nkat, amennyire az lehetséges, mind a mellett, hogy jól helyezzük el. Tehát ahol a lefedés szükséges ott, és nem álmennyezet fölé, mert az nem illik. Amennyiben szeretnénk tényleg kiemelkedő rádiós paramétereket mérni az AP-nkon, amit frissen telepítettünk. Tehát gondolom kitaláltátok, ez ugye egy süllyesztő keret, amit a álmennyezet kivágása után tulajdonképpen fel tudunk rögzíteni, és azt lehet elérni vele, hogyha megnézitek, én bele is illesztem az AP-t, hogy a lehető legkisebb mértékben lógjon ki az access point, ugye erre még rákerül a fedő, amivel tulajdonképpen elértük azt, hogy az AP-nak talán csak a fele látszik ki a ceilingből, tehát az álmennyezetből, vagy a falból, tehát a falba is lehet így ugye telepíteni access pointot. A nagyja az ugye el van rejtve, azt talán itt látjátok, hogy elég kulturált lesz. Kérdés már volt ezzel kapcsolatban, ezért most elmondanám, hogy az előbb bemutatott skineket, valamint ezt a álmennyezeti rögzítő keretet nem lehet együtt használni. Tehát vagy egyik, vagy másik, el kell dönteni. Mai utolsó, de nem utolsó sorban elővett termékünk, kibontott, megmutatott, az az Unifi legújabb access pontja. Ez pedig a Unify XG AP. Hát bontsuk ki. Nagyon vártuk ezt a terméket. Azt lehet talán mondani, hogy a Unify ezzel a termékkel, már a HD-val, meg az SHD-val is, de ezzel a termékkel tényleg elhagyta azt a olcsó wifi-t árulok termékkategóriát. De ez nem a klasszikus, vegyük meg a legolcsóbbat, és építsünk vele wifi termék,
Na nézzük, hát egyrészt már szembetűnő, hogy ez egy gigantikus nagy access point, ha megnézitek. Viszonyításképpen elővenném a kis barátomat. Hát ő ekkora. Tehát, hogy a videó nem tudom mennyire tudja ezt bemutatni, de szerintem eléggé. Ez egy igazi gigantikus, és már a súlyát tekintve is tisztességesnek tűnő access point. Szerintem ez több, mint egy kiló. De lehet, hogy még tehát egy másfél. Nem, egy kiló körül lehet valahol. Masszív fém alja van, azt látjátok ugye a textúráján, hogy ez fémből van ugye. Szokásos jó minőségű gumi kiegészítők megtalálhatóak benne, ez mindig ilyen szokott lenni. És két darab Ethernet porttal bír, amiből az érdekesség az, hogy ez az első olyan AP a Ubiquiti Unified termék családban, ami 10 gigabites rezes Ethernet portot kapott, ami hozza magával, hogy ez már nem 802.3 AT vagy AF megtáplálású ragadozó, hanem ez bizony a 802.3 BT szabvánnyal szeret táplálkozni, ami 60 wattig nyitja meg a lehetőségeinket, és mindezt úgy, hogy a 10 gigás rezes porton adja át. Hát mit nem tudom, mit lehetne róla még elmondani, pár szóban megnézem, hogy mi az, amit erről ki kell emelni. 4x4 MuMIMO quad rádió, ebből, mint az SHD esetében egy security rádiónk van, további 3 dolgozik a kliensek kiszolgálása érdekében. A két 5 gigás rádió együtt 3,4 gigás elméleti maximumot tud magából kipréselni. Azért ez nem semmi. 1500 kliens interneten való ellátására hivatott ez a monstrum. Röviden ennyit erről az AP-ról, de mit találunk még a dobozban? Egyrészt van csomagolásunk, van egy rögzítőkeretünk, van egy pro mountingunk, ami tulajdonképpen azt illeti, hogy bármilyen access pointot, bármilyen unify access pointot erre rögzítsünk, szóval külön is meg lehet vásárolni, és ami beszédes és sokat mondó, az ilyen részletekre való odafigyelése a gyártó szempontjából. Ez egy hardware kit, kérlek szépen lássam titeket, figyeljetek. Azért nem tudom, melyik AP-hoz kapunk ilyen csomagocskát, tehát ez megdöbbentő számomra is, hogy ez hogy van rendezve, kitalálva és a vásárlók kezébe adva. Itt mindent megtalálunk ahhoz, hogy egy access pointot elhelyezünk megfelelően, és akkor van még quick start guide-unk, valamint egy már előbb említett BT szabványú poénk, ami 60 wattos kérlek szépen, és 50 voltot bocsájt az AP rendelkezésére. Ha használtatok már ilyet, vagy fogtok használni ilyet a elkövetkező telepítéseiteknél, kérlek jelentkezzetek, mert nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk ennek a performanciájára. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyi fért a mai adásba. A sorozatról annyit, hogy próbálunk minden hónapban visszatérni, és ugyanígy érdekességeket bemutatni. Ha van tippetek, kérésetek, kérdésetek, hogy mit vegyünk be a következő adásokba, írjátok meg kommentbe, iratkozzatok fel, nyomjatok a csengőikonra, hogy időben értesüljetek a dolgokról, a hírek állásáról, és köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Sziasztok!